Tokió az ellentétek városa. A gazdag hagyományok mellett ott vannak a futurisztikus innovációk is. Új császár került a trónra ebben az évben, itt a császári palotában, amely egy új korszak kezdetét is jelzi. Megnézzük Tokió művészeti életét a változás idején, a múltját, a jelenét, és hogy merre tart tovább. Az Adachi intézetben található Tokió egyik legfontosabb ukiyo-e gyűjteménye. Megismerhetjük ezt a művészeti stílust, és hogy hogyan állja ki az idő próbáját. Ezek a gyönyörű fametszetek finom vonalaikkal és élénk színeikkel a 17. és a 19. század között virágoztak az Edo korszakban. Az ukiyo-e a népszerű kultúra része volt, és a nagyközönség az Edo időszakban élvezhette ezt a stílust. A fametszetek megörökítik az akkor divatos női szépséget, csak úgy, mint a természet szépségeit. Hogyan szólnak ezek a képek a ma emberéhez? Manapság a digitális korszakban az, amit csinálunk, hasonló. Minden kép egyenként kézzel készül, és ez az, amitől vonzó. A képeken ábrázolt jelenetek sokszor tükrözik még a város mai képét is. Ez ugyanaz az áruház, több mint 3 évszázad óta van itt, csak most egy kicsit magasabb, és a Fuji-hegyről már nincs kilátás. Hírossége utagában híres festményén, amelyen a Shinosahi hídon átkelő embereket hirtelen zápor kapja el. Nos, ez pontosan az a hely, ahol átsétáltak, bár a híd már nem fából van, és határozottan szerencsésebbek vagyunk a mai időjárással is. Van Goghot annyira lenyűgözte ez a mű, hogy reprodukálta azt saját olajfestményén. Az Adachi intézetben amellett, hogy a régi, jól ismert műveket másolják, kortárs művészekkel együttműködve eredeti, új darabokat is készítenek. A művészeket ugyanazokra a régi technikákra képzik ki, így életben tartva a hagyományokat a jövő generációi számára. Diák voltam a képzőművészeti egyetemen, és véletlenül lehetőségem volt megismerni az ukiyo-e technikáját. Lenyűgözött ez a magas szintű technika, amely generációkon átfejlődött ki, így kezdtem el vele foglalkozni. Megismerkedünk Tokió új művész generációjával. Ők az ukiyo-e technikát alkalmazzák egy új művészeti stílus létrehozására. Yamaguchi Akira életének nagy részét Chuo környékén töltötte, ahonnan ihletet merít, és felajánlotta, hogy ezt meg is mutatja. Ez a környék inspirálja a munkáit. Láthatja, hogy ez a környék más, mint a többi. A modernitás és a régi épületek keverékeit összefonódik. Ez az, ami inspirálja a festményeim stílusát. Yamaguchi Akira képein a régi módi japán épületek és jellegzetességek párhuzamosan léteznek a sok emeletes modern felhőkarcolók mellett, a fantázia és a sci-fi elemek ötvözésével. Ő jól ismert manga művész is. A tokiói művészek állnak a manga élvonalában, és a rajzokon bemutatott helyek a világ minden tájáról ide vonzák a látogatókat. A manga a japán kultúra és művészet nagy részét képezi. A manga és az ukiyo-e között hasonlóságok vannak. A manga művészek ugyanazt a perspektívát használják, mint az ukiyo-e alkotásain. Hogy a lehető legjobb szögből ábrázolják a jelenetet. Tetszett, hogy felfedezhettem, hogy maga Tokió hogyan ihlet meg oly sok művészt, az ukiyo-e stílustól a mangáig. A város folyamatos fejlődésével továbbra is inspirálja a művészek új generációját.